Minden választási kampányban ígéretet tettek a központi park és a csengeyi központ megújítására, azonban mindegyik csak ígéret maradt. A lakótelep egyik meghatározó helyén ugyanazt láthatjuk, amit a város több részén. Az elmúlt 10 évben nem történt fejlesztés, mondta Mezősi Árpád, független polgármester jelölt a sajtótájékoztatóján. Ha nincs pénzünk egyszerre fél-milliárd, 1 milliárd forint a tér megújítására, akkor sok kis lépésben ez már réges-rég megvalósulhatott volna. És úgy kellett volna dolgozni, akkor nem ilyen helyen állnánk most, mint ahogy itt vagyunk. És akkor nem így néz neki a Csengey Dénes Kulturális Központ sem. Erre is óriási tervek voltak, azt látja mindenki, tervek mindig elkészülnek, és valahogy a fiókba maradnak. A központi park kedvelt találkozóhely a fiatalok körében, ezért alkalmassá kell tenni arra, hogy közösségi térként használhassák. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a szórakozó helyek mellett más találkozási lehetőséget is kínáljunk a paksi fiataloknak, hangsúlyozta az aspiráns. Mindenképpen szükség van arra, hogy a fiataloknak közösségi helyet, közösségi teret biztosítsunk. Paks ebben régen jó példát mutatott, hiszen volt a legendás Kossuth Lajos utcai ifjúsági ház, majd később átköltözött a mai Erzsébet szálló, korábbi békeszálló helyére, ott volt az ifjúsági és úttörőház, ami a rendszerváltás táján szintén megszűnt. Tehát nem mehetünk el amellett, hogy a paksi fiatalok igazából nem tudnak hol összejönni. A park felújítására több tervet is láttam, ezeket csak elő kell venni és el kell kezdeni megvalósítani, összegezte Mezősi Árpád polgármester jelölt.